Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 29-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Nagy Judittal a regionális színjátszó találkozó történéseiről, majd ellátogatunk a színházba az Öreghölgy látogatása bemutatójára. Ezt követően egy beszámoló következik a Lengyel-Magyar Barátság napjáról, végül pedig Kovács Ákos könyv bemutatójával búcsúzunk. Tartsanak velünk! Fantasztikus sikereket értek el a székesfehérvári fiatalok a regionális színjátszó találkozón. Erről beszélgettünk Nagy Judittal, a Szabad Színház művészeti vezetőjével. Megrendezték az országos diák színjátszó találkozó regionális döntőjét fantasztikus fehérvári sikerekkel. Én azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék a kicsikre, nagyokra egyaránt, és hát a Szabad Színház két utánpótlás csoportja pedig tarolt, mondhatjuk így. Taroltak egyik oldalról a Teleki és a Kodolányi diákszínjátszói, és hát a Prikulicsoktól pedig megszoktuk már, hogy ők mindig nagyszerű előadásokkal jelentkeznek. No, kezdjük talán azzal, hogy mit jelent a diákszínjátszóknak ez a találkozó? Hát tavaly nem volt találkozó, úgyhogy megszenvedte ez a kör is, pont Bobori Mihna Boglárka beszélt erről az egyik értékelésen, hiszen ő a vezetője a Kodolányi diákszínpadának, az egyik diákszínpadának, és ők is ott voltak a találkozón, ők is hoztak díjat, és ő beszélt hosszasan arról, hogy miért nyúltak multimediális eszközökhöz az elmúlt évben, hiszen a pandémia miatt zárva voltak az iskolák, és egyszerűen az a folyamat, amit a gyerekekkel elkezdtünk, az megrekedt. És nálunk egy különösen összetartó csapatnak köszönhető az, hogy ezt a két előadást ilyen színvonalon elő tudtuk állítani. Ez erre a fesztiválra, és nem csak erre a fesztiválra, mert itt az Igézőben is volt már bemutatója, de bizony nekünk is nagyon nagy gondot jelentett az, hogy hosszú-hosszú hónapokon keresztül nem tudtunk próbálni, csak a virtuális térben. Nagyon fontos kérdés, hogy itt egy folyamatról beszélünk, tehát nem egy-egy előadásról, nyilván a diakat egy-egy előadás kapja, de ez egy folyamat, amit a te személyed indított el, és azt hiszem, hogy ez kitart a máig is. Igen, hát 7 éve indult el az iskola rendszerű képzés az utánpótlás nevelésben, ami azt jelenti, hogy a Hangszíntér Művészeti Iskolával közösen csináljuk ezt a képzést, és egyúttal a Szabad Színház utánpótlás csoportjai is a képzésben résztvevő csapatok vagy társulatok, így fogalmazunk. Hosszú távú célunk az, hogy egy gyermek és ifjúsági színházat létrehozzunk. Én azt gondolom, hogy ez még az én életemben megvalósulhat, Bölcsök Kenikő nevével fémjelezve. Erre már egyébként létre is hoztunk egy bankszámlaszámot, és hamarosan jelentkezni fogunk a lokális társadalom irányába elsősorban, hogy akik ezt támogatnák, akkor ezt milyen formában tudják megtenni. Tehát visszatérve 7 év telt el, és számomra egy nagy boldogság az, hogy mi azokkal a fiatalokkal, akik 7 éve gyerekként beléptek, végigcsináltuk a színház művészet eszköztárának, módszertanának, iskolájának az egész folyamatát, tehát ők a bábozástól az árny és fényjátékon keresztül a középkori, ókori állarcos játékig bezárólag a mai kor vívmányainak megfelelő színháztechnikai eszközöket, módszereket megtanulták. És most az egyik produkciót ők rendezték. Az a 3 egykori gyerek, akik ma már fiatal emberek, Csizmadia Máté, Kutasi Bálint és Bence Zoltán. Igen, hiszen mi magunk is beszámoltunk a Válás Veronában premierjéről, és azt gondolom, hogy nem csak a 3 rendező bizonyított, hanem valamennyi szereplő. Ez egy remek darab, különleges darab, ha úgy tetszik, hiszen Rómeó és Júlia feltámadásáról szól napjainkban, és olyan szinten tudták, ha úgy tetszik, bemutatni ezt a különleges történetet, ami megragadott minden színházbarátot. Igen, és hát ezért itt is különösen örültem, mert a társulatunk szempontjából is annak örültem, hogy tetszett nekik egyáltalán a darab, mert a társulatunk szempontjából is egy kedves darab ez, hiszen egykori
színházvezetőnk és rendezőnk Boldizsár Péter személyes jó barátja volt Gáli József, aki a szerzője ennek a műnek. És hát hosszú ideig nem játszották ezt a művet, és miután ugye egy reneszánszát éli most a Rómeó és Júlia a színházban, többen is elővették, itt Fehérváron is, gondoltam, hogy hát ha érdekes lehet a Válás Veronában, ami ugye azt a problematikát feszegeti, hogy mi lenne, ha ez a két ember föltámadna a napjainkban, hogy állna hozzá egy helyi társadalom. Tehát nagyon aktuális ez a téma, és őket ez nagyon érdekelte. És a másik darab, amely szintén díjat nyert, és ahol szintén színészi alakítások miatt is, vagy okán kaptunk oklevelet, az pedig Tasnádi Istvánnak a Hullám című produkciója, ami meg egy demokrácia játék, és az is nagyon aktuális. És én azt gondolom, hogy ez nem csak az előadó művészetben, a kommunikációban és a gondolkodásban segíti a fiatalokat, hanem az asszertív kommunikációban is, az önkifejezésben és a társadalomról való gondolkodásban is. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hasznos, amellett, hogy professzionális produkciók jöttek létre. Személy szerint mindenkinek hasznos, aki ebben részt vett. Nincs kétségem felőle, hogy megerősítést jelent számodra is, hogy ugye a legjobb női alakítás díja Júlia a csapatélet, illetve ráadásul még az a díszlet is, tehát az a látványterv is megállta a helyét. Ez egy pluszt jelent ilyen értelemben? Hogyne, hát én mindig mondom, hogy a vizualitás az nagyon fontos a színházban, és itt a három rendező nagyon jól végig gondolta, ezt nagyon következetesen végigvitte. Nagyon változatos formanyelvvel dolgozott ez az előadás, ezt a zsűri ki is emelte, de én magam is változatos formanyelvvel dolgozom. Nekem is mindig elmondják a fesztiválokon, hogy van egyfajta eklektika a rendezéseimben, és milyen változatosak a formanyelv, de mégis egy harmónia jön létre. Tehát én magam is ezt az irányt képviselem, és úgy tűnik, hogy a mentorátjaim is ezt vitték tovább, amit én abszolút nem bánok természetesen, mert ahogy Matuz János szokott fogalmazni, mindig egy stílben van tartva azért az egész, ahhoz képest, hogy változatos a formanyelv. És nagyon örülök Gergely Emmának. Gergely Emma most már a harmadik olyan szerepben mutatja meg magát, ami más, mint amit előzőekben csinált. Láthattuk őt már Antigónénak, és látni fogjuk majd most a Szabad Színház Mesteremberekben egy tanuló mesternek, egy csapatban, ami megint egy más karakter. És a Káoszban is láthattuk őt, úgyhogy most már három karakterben is bemutatkozott a közönség előtt. Azt gondolom, hogy egy nagyon fiatal tehetségről van szó, aki megérdemli azt, hogy mögé álljunk, segítsük minden módon, ahogy csak tudjuk. Fontos kérdés, hogy ahogyan tovább mindig. Mi vár a Vasvári Diákszínpadra, illetve a Prikulicsokra a közeljövőben? Hát most már bízhatunk benne, hogy nem tér vissza a járvány. Hát én nagyon remélem, hogy infrastruktúrálisan is valami vár, mert ugye az egy örömteli esemény, hogy a Vasvári Gimnázium is megújul, hiszen a Vasvári Gimnáziumnak nincsen előadó terme, és meg lehet nézni, hogy mire jutottak a gyerekek, akik alatt van infrastruktúra, tehát ők itt az igézőben próbálnak, itt dolgozunk velük, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy egy osztályterem nem alkalmas arra, ahol egész nap eltöltenek jó sok időt, visszhangos, és eléggé frusztráló, amikor az embernek szét kell húzkodni a padokat. Ennek is megvan a romantikája, csak nem mindig hosszú éven keresztül, tehát ebbe bele lehet fáradni, és a gyerekek is belefásulnak. Itt viszont felszabadultak, jól érzik magukat, imádják, és hát bevontunk jó néhány olyan iskolát is, ahol most nincsen diákszínjátszó kör, most jelen pillanatban azért, mert vagy nyugállományba volult, vagy nincsen jelen pillanatban drámatanár, de így a Jákisok, a Ságvárisok, pontosabban most már Széchenyisek, csak én mindig ugye a régi nevén mondom az iskolát, a Széchenyisek, Jákisok is tagjai a Vasvári színkörnek, sőt,
a Láncosból is importálunk néha fiatalokat, és egyáltalán mindenféle iskolákból importálunk fiatalokat. Gyakorlatilag ez a fiatalok egyik találkozó helye lett ez az igéző, aminek én nagyon-nagyon örülök. Tehát azt gondolom, hogy egyfelől jövő az, hogyha a Vasvári megújul, és akkor ott lesz előadóterem, és mondjuk egy nagyobb létszámú közönséget is le lehet ültetni, mint most például az igézőben. Elsősorban ugye a diákok körére gondolok, az ifjúsági előadásokra. A Prikulicsoknál pedig azt gondolom, hogy visszamehetünk a most már székesfehérvári közösségi és kulturális központba, és megkezdődhet végre a műhely munka, mert hogyha ott is befejeződnek a felújítási munkálatok, akkor nekünk arra nagyon-nagyon nagy szükségünk van, hogy ezek a gyerekek megfelelő infrastruktúrális körülmények között, megfelelő hangulatban, akusztikában dolgozzanak, mert hogyha már beleölünk ennyi energiát, részint a gyerekek is, részint a fejlesztő pedagógusok is, akkor ennek legyen is látszatja. És na, most megmutatkozott, hogy mi a különbség az, aközött, hogyha ha valaki csak ugye ott az osztályteremben ügyeskedik 2x45 percben, meg mi a különbség az, hogyha egy színházi közegben tud próbálni. Hát, mint a sportolóknál, ugye nem mindegy, hogy milyen infrastruktúrális körülmények vannak az edzésekhez. Bagó Bertalan rendezésében mutatták be Dürrenmatt, az öreg hölgy látogatása című darabját, a korszakos dráma. Azt hiszem, hogy mindenkinek nagy élmény lesz. Diplomatáról meg a Lorelejéről nem is beszélve. Világhírűek! Micsoda előkelő express vonatok! De most már személyvonatok se állnak meg, itt csak a két Kaffigeni meg az 1-13-as Kálbertállati. A Vörösmarty Színházban bemutatták Dürrenmatt, az öreg hölgy látogatása című kultikus drámáját. A Bagó Bertalan rendezte klasszikus darab azt a rejtét bogozza ki, hogy mi a teendő, ha egy remek adottságokkal rendelkező kisvárosban a gyárak sorra bezárnak, a népszerű üdülőközpont pang az ürességtől, és már a székesegyház harangját is lefoglalta a végrehajtó. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy... kell hozzá az, hogy megpróbáljunk elfogultság nélkül. Tehát merjünk ironikusan nézni önmagunkra, merjünk kritikusak lenni, merjünk pátoszmentesek lenni, és tulajdonképpen minden olyan dologban, amit szörnyű, meg drámai, megtalálni benne azt a groteszk humort, amitől tulajdonképpen feloldja, és hol a mélybe taszítja a nézőt. És hát önmagunkhoz kegyetlenek maradjunk annyira. Tehát önmagunkhoz is nagyon, akik csinálják, meg az emberiség is. Tehát kegyetlenül őszinték maradjunk ennyiben. A próba folyamat mindezt tükrözte nyilvánvaló, hiszen az előadás nem különben. Mennyire lehet a színészeket nyilvánvaló, hogy lehet, de mennyire lehet egy ilyen darabba, hogy átérezzék, hogy mi minden történik kint a nézőtéren? Én azt gondolom, hogy amikor játszik egy színész, vagy próbálunk egy darabot meg, amikor játszak is, nem hiszem, hogy azzal foglalkozik, hogy mi történik a nézőtéren. Akkor nagy baj lenne, mert akkor a hatását játszaná. Én azt gondolom, inkább az a lényeg, hogy léteznek a színpadon, meg a szituációkkal foglalkoznak, és az, hogy hogy jut el a nézők között, és mi történik a nézők között, vagy a hatását, azt a nézők vonják le, amikor hazafelé mennek, vagy a végén. Tehát a színésznek nem szabad játszani a hatását. Viszont a rendező hatással bír egy ilyen Dürrenmatt darab megrendezése? Én azt gondolom, hogy mindenkire hat. Tehát aki elmondja ezeket a mondatokat, vannak olyan darabok, mint akár Shakespeare, amikor kimondjuk ezeket a mondatokat, vagy eljátszok ezeket a szituációkat, vagy megrendezem, vagy megrendezi valaki, vagy részt vesz abban az alkotó folyamatban, akkor mindenképpen hat rá. Hogy persze, nagyon hat rá, és néha figyelni is kell, hogy ne túlságosan hasson rá, ne legyen szentimentális, hanem legyen kemény, meg kegyetlen, meg humora legyen, és ne vigye el az embert az, hogy annyira elkeseredik. Él szerepében Gáspár Sándor hitelesen válaszol a felmerülő kérdésekre. Megérthetjük, hogy a gyávaságra, a megalkuvásra nincs mentség, ahogy a morális válságból sem jelent kilépést a kiszerűség és az álszentség adta megalkuvás sem. Milliókra van szükség.
Az nem lesz elég. Ó, az én vadmacskám! Fáj? A protézisem egyik zsanérjára csapdás. Ó, harká! Minden olyan, mint az előtt. Úgy kell ezt elképzelni, hogy annyi mindenre figyelek, hogy egy csomó kompjúter próbálja az agyamat, a koncentrációmat, meg az idegrendszeremet valami eldöntött cél felé vinni, és ezek a mostani próbálkozások, amikor már ugye hamarosan a bemutatóig eljutunk, ezek a legnagyobb terhelések, így szellemileg. Tehát a mélységeit én így élem meg egyelőre. Természetesen ha darabra fordítom a választ, akkor azt hiszem, hogy hasonló a megfejtése is ennek a darabnak. Tehát, hogy egyszerre ennek a darabnak több félesége van. Túl amellett, hogy egy fantasztikus paródiák tömkelege is, mint egy kabaréban, ugyanakkor egy nagyon komoly lélektani dráma, és nem utolsó sorban egy nagyon erős társadalom szatíra is. A megmentő Claire Zahaniassen, a jótékonyságáról közismert milliárdos nő, a 20. század szorongó életérzésének emblematikus történetében. Tóth Ildikó alakításában olyan mélységeket mutat meg, amely egyszerre moralitás játék, sorstragédia és izgalmas krimi. Egy milliárdért megvásárolom tőletek az igazságot. Ezt hogy értsük? Pontosan úgy, ahogy mondtam. De az igazság nem megvásárolható. Minden megvásárolható. Dürematta anyag az, ugye, ahogy az ember egyre többet foglalkozott vele, ilyen, tehát úgy van fölírva, mint egy matematikai egyenlet, és van benne ismeretlen sokáig, aztán az szépen elfogy, és egyszer csak így mindent megtudunk, de minden ilyen patika mérlegen ki van számolva benne, tehát minden ki van találva, hogy ez hogy van. Szóval annyira pontos és annyira gazdag az írott anyag, ugye elképesztő, és persze belső húzásokat a Dürermatt maga is annak idején hozzáírt, toldott, foldozott, vagy nem tudom. Tehát ilyeneket csináltunk, és ugye a Berci teremtette egy nagyon erős formavilágot, amiben aztán mindenki ebben a ringben meg kellett találja a saját játékszabályai, vagy a saját karakterének, a karakter sorsának a fejlődésében azokat a pontokat, ahol szépen pontról pontra haladgatott, úgyhogy hát még az ember csiszolgatja ilyenkor még mindig a... meg még mindig jut. Annyira gazdag az anyag, hogy állandóan jut eszébe. Nekem legalábbis mindig ilyen kis apró nüanszok mindig jutnak eszembe. Az igazság helyére! Vagyis lelkiismereti okokból. Lelkiismereti okokból! Mert tűrhetjük tovább a soraink között lappangó bűnt. Nem tűrhetjük tovább a soraink között lappangó bűnt. És ki kell írtanunk gyökerestől. Ki kell írtanunk gyökerestől. Dürermatt tragikomédiája mára a megkérdőjelezett humanista szólamok, az emberi kiszolgáltatottság és a tömegpszichózis drámájává vált, és imígyen felveti azt a kérdést, tudunk-e elegendő távolságtartással fogalmazni oly módon, hogy senki se érezhesse magát felmentve. Székesfehérváron a Zsolt utcai közösségi házban is köszöntötték a Lengyel-Magyar Barátság napját. Az est vendége Janusz Karpinski, Székesfehérvár tiszteletbeli polgára volt. A Közéleti és Kulturális Szalon keretében a Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából rendezett zenés irodalmi estet a Vox Mirabilis Kamarakórus a Zsolt utcai közösségi házban. Az est díszvendége Janusz Karpinski, Székesfehérvár tiszteletbeli polgára volt, akit Deák Lajosné az önkormányzat család és nemzetpolitikai ügyeinek tanácsnoka köszöntött. Lengyel-Magyar Barátság az tényleg nagyon sok múltra, időszakra mutat vissza, és ez egy CD bemutató, ugye a Vox Mirabilis kórus, aki egy CD-t készített lengyel nyelven, óriási nagy sikert alakott Lengyelországba, több településen bemutatták, egyházi körökbe is. Egy óriási megtiszteltetés, hogy itt, a Zsolt utcai közösségi házban fogadhatjuk a rendel vendégeinket, és szerintem egy olyan értékes kis kulturális programot fogunk bemutatni, ami tényleg Fehérvár és a lengyel Opole testvérvárosunk kapcsolatát erősíti.
Ezek élő kapcsolatok, szinte egymás kezét fogjuk, és az elmúlt időszak meg is mutatta, hogy mennyire értékesek azok a pillanatok, mit közösen tudunk eltölteni. Úgyhogy én most nagyon örülök, akik eljöttek, mégis baráti körbe vagyunk, és tényleg testvérként tudunk egymásra tekinteni. Janusz Karpinski megerősítette, számára kivételesen fontos a lengyel és a magyar nép összetartozása. Nagyon szeretem a magyar-lengyel barátság napját, hiszen ez az ünnep kapcsolódik mindkét nép kultúrájához. Az 1960-as években voltam először Magyarországon, és itt találkoztam a magyar kultúrával és azzal a szimpátiával, amit a magyarság képvisel a lengyel nemzet iránt. Azóta én is bekapcsolódtam a lengyel kapcsolatok építésébe, abba a folyamatba, amit Opole és Székesfehérvár képvisel a jelenben is. Az est méltóságát emelve a Vox Mirabilis kamarakórus Zemlényi Katica vezényletével az Örökbecsül második lengyel himnusz előadásával erősítette meg a két nép barátságát. Az évszázados ünnephez mi 10 évvel kapcsolódunk be, hiszen 10 éve a Vox Mirabilis kamarakórus is nagyon komoly barátságokat épített Lengyelországban kórusokkal, együttesekkel. Sokak voltak a vendégeink, és mi is többször jártunk már Lengyelországban, az idén is készülünk egyébként. A Lengyel-Magyar Barátság napja az nekünk különösen is nagyon fontos, nem csak azért, mert most végre bemutathatjuk az új CD-lemezünket, hanem azért, mert lengyel barátainkat is üdvözölhetjük, akik mindig mindenben tartottak velünk. A találkozóról nem hiányozhatott Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke sem, aki az irodalombarátokkal együtt megteremtette annak a lehetőségét, hogy városunkban is megismerjék a lengyel irodalmat. Az esten a Jósika Miklós díjas költő lengyel nyelven is megjelent Ima vers könyvéből hallhattunk részleteket. Bármi is történik a világban, és bármit hagyunk kint, ajtón, kapunk kívül, amikor egy ilyen találkozó van, akkor hát azt azért éreznünk kell, hogy ez egy nagyon fontos történelmi barátság a két nemzet között. És lehet, úgy gondolom, lehet bármi a nagyvilágban, vagy legalábbis reménykedjünk abban, hogy lehet bármi ebben a nagyvilágban itt körülöttünk. Ez a barátság, ami annyi mindent kibírt már a történelem során, ez megmarad. Az, hogy mi ehhez hozzá tudunk járulni az irodalommal és az irodalom segítségével, az meg egy külön öröm számomra, és mindig ünnep. Soha nem lehet elfelejteni azokat az író-olvasó találkozókat, írótáborokat, amelyikben én részt vehettem. Janus Vujcsik, szép emlékű örök barátunk Janus Vujcsik jó voltából. És hát én azt hiszem, hogy ezt ápolni, erősíteni kötelesség. Hála az irodalomnak, hogy megtehetjük. A rendezvény megerősítést jelentett, hogy az a példaértékű kapcsolatrendszer, amely évszázados múltra tekinthet vissza az országok között, továbbra is szilárd hazánk és Lengyelország, illetve Székesfehérvár és Opole között. A Hímerházban mutatták be Kovács Ákos új kötetét, a népszerű dalszerző és költő először jelentkezett próza kötettel. Ezt nem lehet megélni címmel, a Hímerházban nagy érdeklődés mellett Kovács Szilvia moderálásával mutatták be Kovács Ákos a magyar popkultúra egyik ikonikus alakjának első novella füzérből és elbeszélésekből álló kötetét, amelyben 17 kis próza varázsolja el az olvasót. A kötetben megjelennek Ákos érzékletes költői képei, amelyek prózában is működnek. Figyelemre méltó gondolatok sora várja az olvasót, és van sodrása és íve néhány egyes szám első személyben elmondott történetének is. A kötetben a szerző az elbeszélésnek egy olyan síkjára lép, ahol dramaturgiai jelentősége és megragadható esztétikája van a leírásnak. Ahogy dalt is az az ember tud írni, vagy legalábbis az ember foghat dalíráshoz, aki sok dalt hallgatott a novella műfaját, és valószínűleg azok ostromolhatják nagyobb eséllyel ezt az oromzatot, akik sok novellát olvasnak. Én olvasó ember vagyok, úgy is mondhatnám, hogy az irodalom hamarabb érdekelt, mint a zene. Más kérdés, hogy a dalok kapcsán híresültem el, de
legalább annyira foglalkoztattak a versek és a novellák is, mint műfaj, mint a dalok műfaja, csak a dalok felől jobban ismer a közönség. Ugye verses köteteim már jelentek, meg szám szerint 5 kötet, megjelent egy önéletrajzi írásokat, ilyen önironikus visszatekintést tartalmazó kötetem a Visszaszámlálás, és ez az első olyan, amelyikben fikció van, prózák, kisebb és nagyobb prózák. Az a címe, hogy ezt nem lehet megúszni. 17 írás van benne. Ezek közül 2 adja az alapját egy kis játékfilm forgatókönyvének is. A Taxis és a Magunk Maradtunk című novellákból írtam egy forgatókönyvet, ezt le is forgattuk, ezt a filmet, most már az utolsó simításokon is túl vagyunk, és bemutatásra vár. Magunk Maradtunk lett a film címe is. Tehát ezek a műfajok, a film, a próza, ezek közül is a leginkább a novella, a színház műfaja, a dal, ezek felé gravitáltam, mert ezeket befogadóként, ugye ezeket a műfajokat ismertem, ezek hatottak rám, ezek okoztak katarzist, és hát én is ki akartam próbálni magamat ebben a műfajban. Az eddigi visszajelzések nagyon jók. Szent Mihály napján, tavaly szeptember 29-én adtuk ki a kötetet, azóta 3 újranyomást ért meg. Azt hiszem, hogy ilyen fajta sikerre senki nem számított. Én jó magam, a szerző és a kiadó sem. De azért nagyon örülök neki természetesen, és a mai esemény, ez egy ilyen beszélgetős felolvasóest, ahol részletek fognak elhangzani a könyvből a tervek szerint, és egyfajta közönség találkozó jellege is van. Ilyen működési oldalról csak kevesen ismerhetnek azok közül, akik a dalaimat hallgatják. Juhász Anna előszavában megfogalmazza az alapvetéseket. Csupa olyan kérdést vet fel a könyv, amit nem lehet megúszni. Mindezt érzékenységgel, mindent átható figyelemmel. Kapunk, és van veszteségünk is. És mi marad a végén? Egy kulcs az életünkhöz, egy dilemma, egy vallomás, egy mindent megváltoztató élő közvetítés, vagy a pont, amikor megtanulunk gondoskodni. Szerelmek, anyák, apák és fiúk, és a történelem. Az életünk közelről. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!